Gyermekprogramokkal, ügyességi játékokkal és cukorágyúval indult a Nagykozári Polgárőr Egyesület szakmai és családi napja. Az eseményt egy szakmai bemutató köré szervezték, melyben részt vállalt a rendőrség, a tűzoltóság és a mentőszolgálat is. Az elengedhetetlen járőrautók, járőrmotorok és más eszközök is kutyás bemutató mellett szórakoztatta a résztvevőket. A rendőrséget Dobos Anetta, pécsi gyárvárosi rendőrös parancsnoka képviselte. Nagyon színvonalasan megszervezte a polgárőrség ezt a rendezvényt, a gyerekek nagyon jól érzik magukat, és igazából én azt gondolom, hogy fontos, hogy polgárőrség közelítsen mindenféle téren a helyi lakosokhoz. Fuksa Ágnes, a szervező egyesület elnöke elmondta, hogy több hónapos előkészítő munka előz meg egy-egy ilyen rendezvényt. A pénzügyi forrást az Országos Polgárőr Szövetség nyújtotta azzal a céllal, hogy a polgárőrség feladatait megismertesse az egyesület településén élőkkel és a környékbeli lakossággal. Az elnöknő szerint ez sikerült is. Hát én bízom benne, hogy ezen a mai napon mindenki jól érezte magát, közelebb kerültek a lakók a polgárőrséghez, rendőrséghez, mentőkhöz, tehát az összes társszerveknek a munkáját megismerték. A lakosság felé nyitás egyik módja, ha szituációt szimulálva mutatják be a jelenlévőknek, hogy mivel járhat egy polgárőr szolgálat, valamint hogy veszélyes helyzetben a polgárőr miként reagál, például egy támadásra. A valóságból átvett helyzetben három polgárőr látott el szolgálatot, amikor a rendőrség tevékenység irányító központja értesítette őket egy eltűnt személyről. Ebben az értesítésben megkapták a személy leírást és az illető esetleges felelhetőségét is. A történetben a polgárőrök megtalálják a már erősen ittas személyt, akivel nehéz kommunikálni. Jelzik ezt a rendőrség felé, miközben az illető egy késsel megsebesíti az egyik szolgálatot ellátó polgárőrt. A polgárőrök a támadót ártalmatlanná teszik, a megsebesült társuknak első segélyt nyújtanak, majd a kiérkező rendőrjárőrnek a visszatartott elkövetőt átadják. Ezt követően segítenek a helyszínre érkező mentőszolgálatnak a társuk ellátásánál. A nagykozári polgárőrök rendszeresen dolgoznak együtt a rendőrséggel. Én azt gondolom, hogy nagyon jó az együttműködés, stratégiai partnere a polgárőrség a rendőrségnek. Nagyon sokat segítenek nekünk, hiszen tulajdonképpen ők a szemeink, füleink, és a közös szolgálatok során pedig teljes mértékben kiegészítik a mi munkánkat és segítik a feladat végrehajtást. A tűzoltóság egy szerkocsival érkezett, melyen a gyermekeken kívül még a kicsit idősebbek is találtak érdekes eszközöket. Hogy kerül a fejedre a sisak? Bazsi a fejemre rakta. Az egyik ötletük, hogy vízzel locsolják a helyszínen a forró betont, sok gyereknek tetszett. Ez egy nagyon nagy ötlet volt ebben a melegben, nagyon fellelkesítette a gyerekeket, és nagyon jó hangulatot lett ettől. Az ilyen rendezvényen szokásos, úgynevezett drogszemüveket is kipróbálhatták a gyerekek, valamint a filmekből ismert új lenyomat rögzítés fortiai tanulhatták meg, kicsik és nagyok egyaránt. A speciális mentők biztosító kötelekkel segítették a ládamászást, hogy senki ne essen le a magasba pakolt ládaoszlopról. Egy másik részén a helyszínek pedig zsákba futó verseny közben palacsintát sütöttek a résztvevők számára. Nem az első ilyen rendezvény volt ez a nagykozári polgárőrök rendezésében. A résztvevők számát stábunk távozásakor még nem számlálták össze, de mint elmondták, minden várakozásukat felülmúlta.